Ez a kulcs nyitotta egykör a Ripőrónai Múzeum központi épületét. Az 1820-as években épült ingatlan adott otthont korábban a börtönnek és a levéltárnak is egyben. 6000 folyóméternyi anyagot is őriztek itt egykor. Most pedig itt nyílt meg a város 150 éves történetét bemutató kiállítás. A felújított épületbe ugyanis a múzeum költözik be, börtön és betyár kiállítást is terveznek. Ez a kettő szorosan összefüggött, hiszen a betyárok gyakran fordultak meg a börtönbe. Ez egy olyan interaktív kiállítás lesz, ahol megtekinthetők nem csak a börtönnek a belső tárgyai, az egykori 18.-19. század börtönök belső tárgyai, hanem még is lehet majd próbálni őket. Az ünnepélyes átadáson a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke is kiemelte, a 2000 négyzetméteres, háromszintes ingatlan rekonstrukciója műemléki szempontok figyelembevételével zajlott, és 500 milliós kormánytámogatásból valósult meg. A megyébe érkező forrásokról beszélt a térség országgyűlési képviselője is. Gelencsér Attila szerint Somogyba 130-140 milliárd forintos támogatás érkezett az elmúlt években. Kaposvár polgármestere, aki a 150 éves város emlékzászlaját is átadta az intézménynek, emellett további terveket fogalmazott meg. Ez a két épület egység legyen egy nagy egység. Én megígértem neked, hogy a látványterveket elkészítem a vigasságok terére, hogy az valóban a vigasságok tere legyen, és ne parkoló. És egész nyáron, amikor kijön a jó idő, tele programmal élvezhessék az emberek. A levéltár anyaga egyébként 2015 óta jelenleg a Donnerban, az egykori Bartók iskolában található. Az ottani ingatlanokat és raktárokat 500 millió forintból újították fel.